Szóval tényleg igazából aki a magyar zenei életben ott elől van, valamilyen módon kapcsolatba kerültünk vele. Vagy fellépett, vagy szó volt róla, vagy szóba került. De hát ha megnézzük a fellépők névsorát, tehát Presser Gábor, Révész, az Edda ott volt, Rúzsa Magdi, Karamell, Kiki. Tehát tényleg mind olyan emblematikus figurák, akik nagyon sokat tettek a magyar könnyű zenéért, meg a magyar könnyű zenében olyan dolgokért, amik értéket közvetítenek. Ez lehet, hogy egy jó belépő volt a további karrierhez? A Nem adom fel együttesnek eddig is nagyon sok koncertje volt, tehát nem egy induló zenekarról van szó, majdnem 10 éves együttesről van szó. De ekkora népszerűség, így van. Tehát ekkora ilyen média megjelenésben, ekkora színpadon való játékban nem volt része a zenekarnak. De hát azt gondolom, hogy tehát nem szabad elszállni ettől a dologtól. Tehát attól, hogy 10 000 ember előtt lement egy nagyon jó koncert, én azt gondolom, hogy egy állomás, és ezt muszáj továbbvinni, és muszáj ugyanúgy a 3 embernek is nagyon jól játszani ezután is, mint ahogy eddig. Tehát, ez volt a startvonal? Nem, tehát ezt nem gondolom. Sem az, hogy a start, sem az, hogy a cél. Sokan ebből azt gondolják, hogy ez a cél, és innen már nem lehet tovább. Szerintem ez egy állomás volt, ez egy nagy koncert volt. És ezután jönnek kisebb koncertek, meg jönnek majd szintén nagyobb koncertek. A helyén kell kezelni. Tehát ez egy nagy Budapest Aréna koncert volt, amit én azt gondolom, hogy sikerült úgy megcsinálnunk, hogy ez sikeres volt. Nem feltétlenül a mi szerepünk, hanem úgy az egész összefogás. És ezután megyünk tovább, lehet, hogy lesz még ilyen koncert, sőt, én bízom benne, hogy lesz még ilyen koncert, de ha nem, akkor is ugyanúgy megy tovább az együttes, és teszi a dolgát. Említetted, hogy nagy siker volt, ilyenkor az ember úgy megtáltosodik, és újabb dalok születnek. Erre lesz példa, vagy idáig jutottunk, és most egy kis pihenőt tartunk? Nem, hát a pihenőt tartunk, az tartott 2 napig, mert egy nagyon, nagyon jó team szervezte ezt az egész arénát. Körülbelül egy 10 ember volt az, aki tényleg hétről hétre ment, és összeültünk, és csináltuk, és tényleg nem aludtunk, tehát ilyen 2-3 óra alvásokkal csináltuk végig az utolsó fél évet. Ebből következően 14-e után a legtöbben hazaértünk az ágyunkba valamikor hajnalban, a pakolás után, és akkor 2 nap múlva ébredtünk föl. De azt gondolom, hogy eddig tartott, mert azóta megint mennek a koncertek, megint játszunk, csináljuk, nem lehet megállni, sőt, tervezzük a következőt. Úgyhogy nincs megállás. Valószínűleg igen, születnek a dalok. Az én fejemben is, ez még titok. Ezt most itt neked mondom el elsőként, de csak itt nagyon zárójelben, mert tudom, hogy 4 szem közt vagyunk. Íródik már a következő dal, amit valószínűleg legalábbis reményeim szerint jövőre lehet majd az arénában hallani, vagy valahol máshol. Ez is ilyen dallamos lesz? Ilyen jó kedv? Meglátjuk. Vidám? Meglátjuk. Most mit hallgassunk? Még talán érdemes meghallgatni az én dalaim közül a koncerten elhangzottakból azt, amivel igazából indult az egész rendezvény, tehát volt egy ilyen csendes, derített, fényes indulása, majd a köztársasági elnök asszonyoknak a köszöntője, és utána egy nagy berobbanással indult a koncert, ahol egyrészt a Nem adom fel együttes volt a színpadon, másrészt pedig a Csepp Színház, a Csepp-színi tanodának a növendékei egy fantasztikus sót adtak elő, Teve Karaván a számnak a címe, és elkészült egy olyan teve, aminek tulajdonképpen a két-két lába, az két-két cseppszínházas gyerek volt, cseppszínházas fiatal, teljes tánckarral beöltözött ilyen sivatagi ruhába. Arról szól egyébként a dal, egy ilyen szürreális témája van, hogy a Teve Karaván a sivatagba megy, de közben nagyon hideg van, és paplanokban, meg sálakban vannak beburkolva. Tehát ezzel indult igazából a Budapest Arénában a koncert. Indul a Teve Karaván, de most nem arra, ahol a mama vár. Ez nincsen sivatagi hőhullám. Megy a mesebeli Teve Karaván. Mert ez a Teve Karaván olyan furcsa, paplanok melegítik újra. Így csaplók mindenki lincsen. Kekingi kempingben, pingingben. Teve Karaván sivatagban, Teve Karaván hiba sorban. Teve Karaván, ölni buta dalban. Teve Karaván, csupa paplan.
Teve karaván januárban, teve karaván Zimalászban, teve karaván hidegbe sárban, hóból, jégből, tápolt várban. Nagyon elhallgattál. Igen, hallgattam a saját felvételünket. Nem nagyon szoktam a saját felvételünket hallgatni, mert elég kritikus szemmel nézem, lévén, hogy a keverést is mit csináljuk általában, és azért mindig találok benne valami kivetnivalót. Most így elméláztam egy kicsit. És lehet, ebben... Azt nem mondom meg. Az kulisszatitok. Megyen kulisszatitok. Tehát vidám zenéket írsz hozzá, szövegeket, de... ennél komolyabb dologgal is szoktál foglalkozni, vagy foglalkoztok. Hiszen... Igen. Hát nem csak vidámat, tehát még igazából a Nem adom fel együttes repertoárjában is van olyan, például a Lelked másik oldalán című dal, amit Lázár Krisztinek írtam az együttes énekesnőjének, ami mélyebb mondani valójú, komolyabb, néhol szomorúbb hangvételű. Most próbáltam a vidámakat összeválogatni. Nyilván nem, most egy ilyen délutáni műsorban nem erőltetném bele ezeket a szomorúbb dalokat, de hogyha esetleg valakit érdekel, akkor mind az együttes weboldalán, a www.nemadomfel.hu oldalon megtalálja, mint pedig a www.kisbarna.hu oldalon, az én oldalamon. Ahogy képeket is talál a rendezvényről, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy rendezvény volt, egy Budapest Arena rendezvény, nagy sajtó vízhangja volt, tehát rengeteg cikk, rengeteg felvétel készült róla, ezeket mind le lehet onnan tölteni, mind meg lehet nézni, biztos, hogy lesz egy nagy kicsengése még, tehát egy ilyen, ez két nap alatt nem csen ki Budapest Arena koncert, pláne egy ilyen jellegű összefogás, ami egy olyan tartalommal bír, ami Magyarországon eddig nem volt, hiszen itt arról szól a dolog, hogy itt sérült emberek segítenek a Böjte Csaba féle árvaházak megsegítésére, tehát és sérültek, összefognak a nem sérültek javára. Úgyhogy biztos, hogy lesz egy hosszabb kicsengés, ezt akár a csepszínház.hu oldalon, akár a már említett oldalakon meg lehet majd nézni. Érdemes lesz egyébként, nagyon érdekes, hogy reagál rá a média, hogy reagálnak rá az emberek, hiszen még Magyarországon eddig nem találkoztak ilyennel. Tehát árva gyerekek megsegítésére történt ez a jótékonysági koncert. Nem tudom, hogy elmondhatjuk, hogy mekkora bevétel lett. Pontos adat nincsen róla még. Körülbelül 10 millió forint. Már a sajtóban megjelent az, hogy több mint 10 millió forint. Szeretnénk, hogy ez több mint 10 millió legyen. Nyilván ez már fix, de még pontos adatot nem tudok közölni. Ez is majd a weboldalon fönt lesz később. Tehát az árvaház bővítésére. Igen, tehát az erdélyi árvaházak voltunk. Egyébként Erdélyben a koncertet megelőzően több alkalommal is, tehát a személyesen is találkoztunk a Dévai gyerekekkel, sőt, hát mondhatom nyugodtan, hogy barátság alakult ki az együttes és a Dévai gyerekek között. Tehát pontosan tudtuk, hogy miért csináljuk. Tehát jártunk hozzájuk, velük együtt előadtunk az arénában egy dalt, együtt zenéltünk, tehát tényleg egy olyan kapcsolat alakult ki, ami biztosíték arra, hogy itt valóban arra a célra megy a pénz, ellentétben sok olyan segélykoncerttel, ahol nem lehet ezt ellenőrizni, tehát itt tényleg tudjuk, hogy mire. Tetten érhető lesz. Így van. Ez az egyik arcod, a sérült gyerekekkel a zenélés, a zeneszerzés, a szövegírás, de... nagyon jó barátságban vagy az irodalommal, a versekkel. Igen, irodalmi előadásokkal foglalkozom alapvetően, sőt, hát igazából engem legtöbben úgy ismernek, mint ilyen zenés verselő, gitározó, zongorázó, éneklő emberke.